Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 10 edzőmeccset játszik a rajtig a Kisvárda Masterbud. Rudolf Gergelyel erősített a Nyíregyháza Spartakusz. Szombaton kezdődik a Széchenyiben a 35. nyírségi saktorna. 5 év után távozott Tiszakanyáról Koskovics György. A Tisza töltésén kerekeznek majd a megyei bajnokság részvevői. A 10. lett az Évisz a B33 Diákolimpia országos döntőjében. A felkészülés első teljes hetét fejezte be a Kisvárda Masterbud. Az NB2-es futballcsapat 10 edzőmeccset játszik a július 30-án esedékes bajnoki rajtig. A távozókat nem sikerült még megfelelően pótolni, létszámban se és minőségben sem. Nyilván a tavaly távozókat ugye említettem korábban, közülük volt olyan, akit visszarendelt az anyaklubja, akik szerettünk volna, hogy itt maradjon, a Csillusok oszt elsősorban, illetve voltak olyanok, akik kevesebb lehetőség miatt szerették volna, hogy elmenjenek, az ezt látja a kulcsán, és akik jöttek, elsősorban hiányposztra érkeztek az ő pótlásukra. A Lengyel Béla, abár még kevés idő volt, hogy fölmérjük, hogy a mi játékrendszerünkben mire lesz képes, de ő több poszton bevethető, középen, illetve a széleken. A Vermes Krisztiánt a rutinja miatt hoztuk, hogy a hátsó kötelezően szerepet rendő fiatalok mellett legyen egy tapasztaltabb játékos is, illetve az iroda a belső védőposztra is kell a konkurenciaharc. A Szabó Peti pedig a szélső játékunkat fogja segíteni, ő balon és jobban is tud játszani, rendkívül gyors játékos. Én már néztem őt korábban, bízom benne, hogy a mi játékrendszerünkben ő biztosan fog tudni, és azok a játékosok, akik középpályán vannak, fogják tudni majd támogatni. A Zolá Gergő pedig a Bagi Pistának a pótlására érkezett. Én bízom benne, hogy meg fogjuk tudni oldani. Ugye a Bagi Pista volt még az imént említettem, aki szintén távozott, a Békés Csabahoz ment vissza, és mint halljuk, sajnos ott nagyon jó teljesít. Őt is szeretjük volna megtartani, tehát ez a poszt, ez még egy picit lukas, nem tudom, hogy még lesz a játékos a sok új közül, akik vagy a csapaton belül, a háziak közül, akár a Mincér, akár a Kornicsuk, aki tudja majd pótolni. És hát természetesen van a nagyon nehéz kérdés, a fiatal kérdés, mert azok a fiatalok, akik kötelezően bevetendőek lettek volna, a Kosztára gondol például, azt visszavitt a Honvéd. Mi rá készültünk, úgy hoztuk el, hogy 2 évig lesz nálunk, ehelyett ugye visszahívták fél év, vagyis most fél szezonban, 1 év után. És most meg kell találni az ő pótlását, mert hogyha ő maradt volna, akkor minőségi fiatalunk van. Így viszont van most több játékos, a Lukács Jászberényből, a Gubacsi Újpestről, Sziget-Szent Miklóson volt most kölcsön, illetve van a kis Lakatos Csaba Fraditól, 98-as, és én azt gondolom, van a kis Vitos Norbi még, hogy van olyan játékos, akik közül meg fogjuk találni, illetve a helyi Hidi, akit már jó ideje használunk, és kölcsön adogattuk fél évente, akik meg fogja tudni, és a kapusban van még az MTK-tól kölcsön egy Varga Bence nevezetű 96-os, aki az Iváncsi Sallett mellett a második fiatalt képviseli a Lékai Somával együtt. Hát én azt gondolom, hogy a keretünk az alakul, és itt van még az Erdélyi a Honvédtól, akit a centerposzton próbálom, majd korábban is Sopronban volt kölcsönadva, most sérült volt az elmúlt fél évben, és hát én az Karas Petit nem említettem még, aki egy fiatal, legutóbb a Felső Tárkán csapatában volt, egy fiatal, hát 22 éves már, szeretnénk felépíteni, és egy hosszabb távon csatár szélső poszton használni, meglátjuk, hogy mire lesz ez elég. Mi szükséges ahhoz, hogy a előttünk álló szezonban is még tudjon egyet minőségbe előrelépni a csapat? A legfontosabb, ebben az osztályban nagyon-nagyon meghatározó lesz az eredményesség tekintetében a fiataloknak a minősége. Akinél meg lesz a megfelelő számú 3, 4, 5 olyan játékos, aki azért játszik, mert annyi jogon helyet követel magának a csapatba, az borzasztó sokat fog lépni előre. Akinél ezek a játékosok csak azért lesznek ott meg kötelező, és hogy meg kell legyenek 11-en, azok bajba lesznek. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi magyar viszonyokat ismerve nincs olyan mennyiségű fiatal játékos, 96, 97-es, 98-as, amely elbírná ezt a 16-os vagy 20 NB2-es csapatot. Ráadásul ugye az NB1-ben is ugyanez az évjárat van, és én úgy érzem most, ráadásul ugye Higi út is a mezőny, mondhatom, mert 20-asra bővült, az elmúlt szezon az erős volt, ott bárki megveretett bárkit. Ebben a szezonban egy picit ezzel kapcsolatban én szkeptikusabb vagyok. Én úgy gondolom, hogy azok az NB3-as csapatok, ismerve a magyar játékosok minőségét, nem lesznek olyan erősek, mint volt például most a kieső Ajka akár. Ezért számíthatunk arra, hogy ketté fog
válni majd a mezőny idővel, és hát az első életcsapatokhoz szeretném mi természetesen tartozni, a célként ezt is határoztuk most meg, valamennyivel kisebb költségvetésből az első 8 helyre kell odaérnünk, ez lesz premizálva a játékosok felé. Én úgy gondolom, hogy azok a játékosok, akik tavaly ezt a remek szereplést elérték, azok most is motiváltak lesznek, és azért is kell néhány friss játékos, hogy ez a fajta motiváció a új játékosokra is áttevődjön, illetve a régi játékosokban legyen egy pici versenyhelyzet és az abból eredő plusz motiváció. Én nagyon bízom benne, hogy azok a csapatok, akik most egyértelműen kijelentették és úgyis igazolnak, hogy föl szeretnének jutni, azért nem lesznek olyan jók. Itt elsősorban ugye mindenki tudja, a felcsút az, aki mindenáron szeretne visszajutni, és olyan erősítéseket is hajtottak eddig végre, szinte csak NB1-es, sőt bajnok csapatból vitték el a játékosokat, nekik egyértelmű a cél visszajutni mindenáron, és a legjobb fiatalok is nekik vannak, illetve azért a Békés Csaba szintén hatalmas összegeket investál a csapatba, és hát ugye tudjuk, a Nyíregyháza is ott van, ő is NB1-es álmokat dédelget, és hát a Zalaegerszeg, Soroksár. Én ezt az öt csapatot sorolom a miénk mellé ebben a szezonban, és természetesen azért lesznek még olyan együttesek, amelyek menet közben fogják majd megmutatni az erejüket. Én nagyon bízom benne, hogy egy hasonló jó szezonnak nézünk majd elejében, mint a tavalyi volt. Eddig egy egymás közötti edzőmeccsen van túl a csapat. Hogy néz ki a program? Hány meccset játszottok és kik ellen? Mivel a csapatunk helyek közel kész van, nem az edzőmeccsek mennyiségére helyezzük a hangsúlyt, hanem inkább az erősebb csapatok, a minőségre megyünk, és most nem kell olyan sok elemet begyakorolnunk, mint kellett azt a tél folyamán, például amikor Törökországba mentünk. Azokat a posztokat kell most megtanálnunk, ahonnan a játékosok távoztak, és ez a néhány edzőmérkőzés inkább ezt a célt szolgálta. Talán nagyon sokat játszottunk dupla meccset, most ezt nem fogjuk olyan mértékben megoldani, vagy vállalni, és ezen a héten már két edzéssel, a jövő héten napközis rendszerben, hazai pályán meg tudjuk oldani a felkészülés, minden feltétel adott, sőt, nem is tudunk ilyen edzőtábort Magyarországon, ahol ilyen lehetőségek lennének. Én azt gondolom, hogy ez a nyár, ez a hátralévő 4 hét elegendő lesz arra, hogy a június 30-ai rajtra összeálljon a kezdőcsapat, amely egyébként 80%-ban most is megvan. Hát megtaláljuk azt a néhány hiányzó ránszemet, illetve a kötelezően bevetendő fiatalt, mert nagyon fontos, hogy azok a játékosok, akik jöttek nekik a pótlásukra, tudják ezt a játékrendszert, mert 7 mérkőzésünk lesz augusztusban. Augusztus 28-ig szerda szombat ritmusban fogjuk letudni, és bizony ez nagyon meghatározza majd a bajnokság végkimenetelét. Mi arra készülünk, hogy tudjuk majd rotálni a játékosokat, ezért az edzőmeccseknek az egyik fontos szerepe az lesz, hogy a cserék tudják ugyanazt a szintet vinni, mint akik bent voltak a mérkőzésen. Nem volt túl hosszú a szünet, de azért sikerült feltöltődni, hogyan teltek a szünetnapjai. Igen, nem volt hosszú, de azt gondolom, hogy ez már egy picit hozzászoktunk, a nyáron mindig kevesebb idő jut a pihenésre, de megpróbáltuk ezt eltölteni, úgyhogy mindenféleképpen jól tett ez a 2 hét, egy kicsit foci nélkül, de most újra itt vagyunk, és teljes erőbedavással készülünk majd a szezonra. Mennyire nehéz elkezdeni egy felkészülés, főleg ilyen időjárásban, mint amilyen most ezekben a napokban van? Nem egyszerű, meg kell, hogy mondjam őszintén, de hát sajnos ez van nyáron, ilyen melegbe kell edzeni. Úgy gondolom, hogy tényleg hozzászoktunk már ehhez. Ugye télen hideg van, nyáron meleg, ez van, most így kell felkészülni ilyen időjárási viszontagságok között. 8 játékos távozott el a tavalyi csapatból, vannak már újak, lesznek még érkezők, mennyire alakul át ez az együttes, milyen kisvárat láthatok, vagy szerinted ősztől a szurkolók? Talán a mag az megmaradt, nem hiszem, hogy olyan iszonyatosan nagy változás lesz a keretben, azokat a játékosokat pedig, akik elmentek, remélem, hogy sikerül megfelelően pótolni, úgyhogy én bízom benne, hogy egy nagyon erős keretünk lesz, és jók lesznek majd a kilátások a jövőre nézve. A tavalyi szezonban talán a Kisvárda volt a bajnokság egyik meglepetés csapata, most már viszont minden bizonnyal jobban készülnek rátok az ellenfelek, és hát 20 csapatos lesz a bajnokság. Jó néhány olyan csapattal, amelyik azért a feljutást tűzte ki célként. Nehezebb lesz az előttünk álló szezon? Igen, egészen biztos egyébként, hogy nehezebb lesz, mivel hogy a csapatok máshogy fognak ellenünk készülni. Tehát tavaly azért mégiscsak egy feljutó csapatként máshogy néztek ránk, most viszont úgy gondolom, hogy ez a negyedik helyel kivívtuk azt az elismerést, hogy máshogy fognak a csapatok készülni, jobban odafigyelnek ránk, így természetesen nekünk is nehezebb lesz, de ez nem hiszem, hogy akadályt jelenthet, tehát mi megpróbálunk mindig a legjobb teljesítményünket letenni az asztalra, és megpróbálni minél több mérkőzést megnyerni. Egyike, hogy a kisvárdai csapat új játékosainak, mi miatt döntött el, hogy pont a kisvárdaiak ajánlatát fogadod el?
Játszottam ellenük az őszi szezonban is, és most a tavasziban is, és megtetszett az a játék, amit ők képviselnek. Beszéltem a Révész Attilával, nem kell sokat győzködni engem. Úgy gondolom, hogy vannak célok, egész jó a koncepció, ami fel van építve, úgyhogy ez szerint nagyon remélem, hogy egy jó bajnokság elé nézünk. Nem vagy itt túl régen, mégis milyenek az első benyomások? Igen, gyakorlatilag szerdán kezdtük el a felkészülést. Az első benyomással semmi probléma nincsen. Olyan, mint egy pár helyen, azért jó pár helyen megfordultam az utóbbi 3 évben, de tényleg az első benyomás, azt mondhatom, hogy egész kellemes. Említetted, hogy jó bajnokság elé nézhetünk, ugye egy 20 csapatos bajnokság lesz, tavaly is nagyon kiegyensúlyozott volt az MB2, és most is minden bizonnyal lesz 4 olyan csapat, amely szeretne felkerülni, mégis milyen 219 fordulóra lehet számítani? Az biztos, hogy nehéz lesz, valószínűleg lesznek hétközi fordulók is, ugye lesz Magyar Kupa mérkőzés is, úgyhogy fel kell készülni a játékosoknak, fizikálisan leginkább, de azért úgy gondolom, hogy itt a mentális része is, ami nagyon fontos, hiszen minden mérkőzésen fontos a koncentráció is, de tényleg ez egy nem megszokott bajnokság lesz, sok mérkőzéssel, de hát azt mondtam, vagyunk egy jó páran, ugye azért még formálódik a csapat, még azért várható pár játékos, de úgy gondolom, hogy meg lesz a megfelelő létszám, hogyha esetleg rotálni kell a csapatot, úgyhogy mindenképp nekünk ezzel kell számolni. Milyenek az egyéni ambícióid? Jó kérdés. Ugye az előző szezonban az volt, hogy tényleg minél több mérkőzést játszak, felépítsem magam, úgy gondolom ez sikerült is. Tavaly 30 meccsből 28-on végig játszottam, ugye egyszer kiállított voltam, azért nem sikerült azt a másik két mérkőzést lejátszani, úgyhogy most szintén ez, minél többet a pályán legyek, és persze az, hogy minél jobb teljesítmény nyújtsak. Rudolf Gergellyel erősítette meg támadósorát a Nyíregyháza Spartakusz. A 28-szoros válogatott játékos 3 évre kötelezte magát a klubhoz. Mindig is az volt a vágyam, hogy egyszer vagy Nyíregyházán futballozhassak. Úgy éreztem, hogy elérkezett az idő arra, hogy itt folytassam pályafutásom. Nagyon nagy tervek vannak a csapatnál, és ez nagyon tetszett. Van egy olyan tulajdonos, aki imádja a futballt és áldoz is rá. Nagyon jó a csapat, jó edző van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy elérkezett az idő arra, hogy most már komolyan vegyem azt, hogy Nyíregyházán futballozzak, és hogy visszatérjek. Nem ismeretlek a társak, hiszen jó ideje velük készülsz. Milyen csapatra számít az a közönség? Úgy gondolom, nem lesz egyszerű most az MB2-t megnyerni. Nagyon sok jó csapat van, mi még alakulóban vagyunk, tehát a csapatból ugye, én most érkeztem, többen most érkeztünk, és még lehet, hogy lesznek érkezők, úgyhogy alakulóban vagyunk, egyelőre nehéz bármit is mondani. Úgyhogy az edzőmeccsek után majd azért kialakul a kép, hogy mégis milyen poszton szerepelek majd, és hogy néz ki a csapat. De az biztos, hogy egy ütőképes csapat vagyunk, és egyértelműen a célunk az, hogy minél hamarabb felkerüljünk az NB1-be, ha lehet, azt már idén. Minden edzőnek az a vágya, hogy minőségi játékosokat igazoljon a csapatra. Rudolf Gergő személyben egy 28-szoros válogatott támadó érkezett. Mennyit javíthat ez a csapat minőségén ez a tény? Nagy nap volt a tegnapi a Spari életében, hiszen egy kiemelkedő képességű játékos sikerült igazolnunk, hazahoznunk, hiszen a Gergőt kezdte el valamikor a pályafutását, aztán nagyon komoly karrier után most itt is fejezi be, remélhetőleg majd sok-sok év múlva. Boldog vagyok, és ami hasonlóan fontos, hogy remélem hamarosan a Gergőnek hasonló képességű társai is lesznek. Eddig is az feljutást várták el a szurkolók a csapattól, most gondolom még inkább ez lesz az elvárás, jelente ez valamilyen terhet, nyomást? Én tavaly ilyenkor kijelentettem azt, hogy a Spari fel fog jutni. Most még ezzel a kijelentéssel várnék. Az tény, hogy egyetlen egy célunk van az MB2-ben bajnokságot nyerni, illetve feljutó helyen befejezni a bajnokságot. Most még azért csak mindennek kell ahhoz történnie, hogy ez realizálódjon. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kell még igazolnunk, de jó úton járunk. A Gergő az első fecsék egyike, és biztos, hogy benne hamarosan még erősebb csapatunk lesz. Szombaton kezdődik Nyíregyházán a 35. nyírségi torna nemzetközi sakkverseny. A szervezők az előzetes nevezések alapján 4 kategóriában közel 200 indulóra számítanak.
a szokásoknak megfelelően alakul a nevezőknek a létszáma. A sakkozók részben fegyelmezetlen népségek, eddig olyan 120-130 sakkozó nevezett a versenyre, ez várhatóan 150-200 között fog megállni. A sakkozók rendszeresen elmulasztják legalábbis egy részük a nevezési határidőt, és várhatóan nagy tolongás lesz a nevezési határidő lejárta előtt a szervezők asztalánál. Mi a tapasztalat, honnan érkeznek a versenyzők? Magyarországról és Magyarországon kívülről, jellemzően Romániából, Ukrajnából, de volt itt már francia, afroamerikai sakkozó is, és a világ minden tájáról játszottak már itt. Jellemzően magyarországi sakkozók vesznek részt, akik külföldről ide érkeznek, azok már erősebb sakkozók, akik nemzetközi tornán akarják a tudásukat megmérni. Hány kategóriában és milyen levonítási rend szerint zajlik majd a verseny? Négy kategóriában, az A, B, C és D kategóriában, az A csoportban, az a nevezzük mesteri csoportnak, ahol a nemzetközi mesterek, fidemesterek és egyéb sakkozók indulnak, meg van határozva, hogy milyen értékszám felett már nem jogosultak a lentebbi csoportokban versenyezni, igen, mutatós pénzdíjakat szerezhetnek meg a mesterek, nemzetközi mesterek. A B csoportban 2000-es nemzetközi értékszám alatt lehet játszani, a C csoport úgy szintén nemzetközi értékszám változtató, 1700 értékszám alatt is sakkozók játszhatnak, és a D csoport az a legkisebbeknek való, a 14 éven aluliaknak, ez szabadidős jellegű, ehhez nemzetközi értékszám és nyilvántartási szám nem szükséges, ezen a D csoport versenyén mindenki sakkozhat. Egy sportág népszerűségét mindig jelzi, hogy egy-egy versenyen mennyi fiatal vesz részt, mi a tapasztalat, mennyire népszerű a gyerekek körében a sakk így Nyíregyházán. Egy szóval mondva rendkívül népszerű, ami a konkrét statisztikai számokat illeti, a mezőnynek mindig a fele, legalább 18 év alatti sakkozó, és ez a szám örvendetesen emelkedik. Elérkeztünk oda, hogy immár nem a nyírségi torna a legnépesebb sakkverseny a megyében, hanem egyéb versenyek, és pedig olyan versenyek, ahol csak és kizárólag fiatalok, ifjúságiak játszhatnak, ilyen a Betlen kupa, vagy Nagyhalászban volt a Baptista kupa, amelyről a Kölcsei TV úgy szintén tudósított. A május 21-én megrendezett Baptista kupán például 186 sakkozó vett részt, és ezek közül csupán néhányan voltak felnőttek, a kísérőkedzők versenyére gondolok, ahol 10-nél kevesebb sakkozó indult. Mikor indul a verseny, és mikor lesz az eredményhirdetés? A verseny szombaton indul, a tervezett kezdési időpont 2:30, ami akár 2:30-ig is eltolódhat. Ezek után minden nap 8:30-kor ketyegnek a sakkórák a Városmajor utcán a Széchenyi István közgazdasági és informatikai szak középiskola épületében. Vasárnap és keddi napon délutáni forduló is van, délután 3:00-kor kezdődik az aznapi második forduló. Jövő hét pénteken, azaz július 8-án történik az eredményhirdetés. Ennek pontos időpontja nem határozható meg, hiszen a játszmák befejező időpontja sem lőhető be azonnal. Biztos vagyok benne, hogy az utolsó forduló sokáig el fog húzódni, mert vérre menő csatákat fognak vívni a 64 mezőn a sakkozók. Amikor minden parti befejeződött, akkor a számítógép meg tudja mutatni, hogy kik a díjasok, mi a végső helyezés. Ezek után ugye a pénzdíjakat le kell adminisztrálni a NAV felé, bizonyos formaságoknak eleget kell tenni, számfejteni kell a díjakat, és amikor mindennel készen vagyunk, akkor délután általában egy olyan 2-3 óra tájban kezdődhet az ünnepélyes díjkiosztó. A 12. helyen zárta a szezont a megyei első osztályban a tiszakanyári futballcsapat. Koskovics György edző 5 év után távozik, az együttes pedig minden bizonnyal a megyei másodosztályban folytatja. Az volt a meghatározás a vezetőség részéről, hogy egy biztos bennmaradást harcoljon ki a csapat, mivel hogy egy csökkentett költségvetéssel és egy visszafogott létszámmal is dolgoztunk. Annak ellenére egy kicsit csalódás a számomra, mert egy 6.-8. hely környékére kalibráltam be a csapatot, ezt sajnos nem sikerült elérni. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag 2-1 fél szezont hozott a csapat, hiszen minimális volt a szerzett pontok közötti különbség. Ennyire kiegyensúlyozottan szerepeltetek? Sajnos azt mondom, hogy kiegyensúlyozottan szerepeltünk, mert többet vártam, mondom, a játékosoktól. Igazán egyénileg én úgy gondolom, hogy az a 6.-8. helyem elérhető lett volna, viszont nem sikerült a feladathoz mindenkinek felnőni, és nem sikerült olyan játékos találnom, aki meghatározó lett volna a csapat szempontjából. Ilyen kis iparos csapatunk volt, tettük a dolgunkat, ebből adódik az, hogy azonos, szinte azonos pontszámot értünk el az ősszel és a tavasszal is.
Ha ki kell emelni két meccset, egyet pozitív, egyet negatív értelemben, melyik kettő az? Hazai Mándoki mérkőzés mindenféleképpen az ősz folyamán, amikor 5-0-ra vertük, vagyis 5-1-re a Mándokot, hát az egy kiemelkedő mérkőzés volt. Hát a másik az megint egy 5-ös, de hát azt otthon kaptuk a Baktától, amire azt mondom, hogy megint csak, hogy sajnos, mert teljesen megérdemelten győztek a baktaiak. Milyen színvonalú volt ez a szezon, ebben a bajnokságban lépett előre esetleg a megyei futball? Szerintem mindenféleképpen, főleg annak tükrében is, hogy azért más megyéből is átszivárognak játékosok, és képzett, magasabb osztályból érkező játékosokról van szó, akik mindenféleképpen emelték a bajnokság színvonalát. Hát nem kell kiemelnem azt a nagy halász, de mindenki tudja, hogy milyen játékos állománnyal és kerettel dolgozhattak a tavasz folyamán, ez mindenféleképpen kihat a megye labdarúgására. A magyar válogatott két héten keresztül lázban tartott az országban a szereplésével. Hogy látod, lehet ennek a szereplésnek hatása az alacsonyabb osztályú futballra Magyarországon? Remélhetőleg ki fog hatni, bár én mindig büszkén állítom, és én nálam látszik is a játékosok keretösszetételében, hogy én a fiataloknak mindig lehetőséget adtam, hogy igenis vannak tehetséges labdarúgók Magyarországon. Az, hogy mi okozza ezt, ezt most inkább szakmailag nem értékelném, de remélhetőleg egyre több gyerek fog kedvet kapni ez a labdarúgáshoz, mert láthatják, hogy nincs akkor a szakadéknyi különbség tudásban, képességekben az országok között, mint ami az eredmények produkáltak eddig, vagy mutattak. 5 év után elhagyott Tiszakanyát, ez már biztos lehetett tudni, biztos az a jövőddel kapcsolatban. Igen, úgy néz ki, a Mándokiakkal megegyeztem, nagyon szép 5 évet töltöttem, bár megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz 5 évet töltöttem Tiszakanyáron. Volt ebbe azért NB3-as bronzérem is, volt, amikor a kiesés ellen harcoltunk, úgymond, hogy egyszer-egyszer megcsapott bennünket annak a szere, de nyugodt körülmények között lehetett dolgozni, és szép 5 évet hagytam magam mögött. Vasárnap először rendezik meg a kerékpározók megyei bajnokságát. A rajt és a cél Vásárosnaményban lesz, a részvevők pedig a Tisza töltésén tehetik meg a 40, illetve 70 kilométeres távot. Szinte minden sportágban létezik megyei bajnokság, megyei rangadó, és az országúti szakákban a kerékpárban is meg kellene ennek a lehetőségét teremteni. Innen jött a lehetőség, hogy akkor ezt megcsináljuk, illetve a tavalyi év folyamán a Zoárd napi kerékpáros versenynek a szervezésébe kérték a segítségemet a Vásárosnemény önkormányzat. Így ennek a két versenynek a lehetősége ötvöződött, és így jött össze, hogy a Zoárd napi kerékpárverseny keretein belül rendezzük meg most ezt a megyei bajnokságot. Remélem, hogy ezzel hagyományt teremtünk. Hány korosztályban hány versenyzőt mozgathat meg ez a rendezvény? 6 korcsoportban írtuk ki a megyei bajnoki címre a versenyt. A férfiak között U17-es korcsoport, tehát ez a 15-16 éves korcsoport, junior korcsoport, ami 17-től 22 éves korig foglalja magába a srácokat, felnőtt férfi, ez 40 éves korig, és 40 év felett a master. A hölgyeknél pedig egy U19, ami 18 éves korig a lányokat, illetve a felnőtt női korcsoport. Ez a 6 korcsoport ez gyakorlatilag lefedi azt a skálát, ami van, amiben várunk indulókat. Hogyha ez kevésnek bizonyul, akkor jövőre lehet bővíteni, de gyakorlatilag ez helyel közel azokat a korcsoportokat tartalmazza, akik a magyar bajnokságon is szerepelnek. Hány részvevőt vártok, és milyenek lesznek a távok? 50-100 induló között várjuk. Nincsenek olyan nagy ambícióink, hogy itt ezres létszám legyen rögtön az első alkalommal. Holott az lenne a cél, hogy azért az amatőröket szeretnénk főleg megmozgatni. Tehát itt azért igazolt versenyző, egy kezemben meg tudom számolni, hány van a megyébe, összkorcsoportba. Az amatőr bringásokat szeretnénk ezzel megmozgatni, de ennek mindig vannak korlátai, hogy aki nem érzi magát olyan felkészültnek, akkor az egy kicsit bátortalanabbul indul. A korcsoportok azok össze lesznek vonva. A két erősebb korcsoport, a felnőtt férfi és a junior férfi az 70 kilométeres távon teljesít. A két hölgy korcsoport, illetve a serdülő fiú és a master férfi, azok pedig 40 kilométeres távon összevonva ugyan, de külön kerülnek majd értékelésre, de ők összevonva 40 kilométeren versenyeznek majd. Hogyan néz ki a nap programja? 8 órakor nyitjuk a
versenyközpontot, ami Vásárosnaményben a Szilvafürdő parkolójába lesz elhelyezve, és 8 órától gyakorlatilag helyszíni nevezéseket fogadunk. Úgy tervezzük, hogy 9 órakor mi szeretnénk a helyszíni nevezéseket lezárni, de ez gyakorlatilag el fog húzódni, főleg mivel ugye első megyei bajnokság, ezt nem vesszük majd annyira szigorúan. 10 órakor van tervezett lassú rajt. A lassú rajt az a Szilvafürdőtől indul, ott rendőri felvezetéssel áthaladunk a Tiszahídon, és jobbra fordulva Tivadar felé a gáton lesz majd az éles rajt, ott lesz majd név szerint, rajtszám szerint beszólítva a versenyzők, és onnan lesz gyakorlatilag az éles rajt. Ezután a verseny után, megyei bajnokság után milyen versenyek várnak még rátok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bringásokra? Mi minden hétvégén versenyzünk szinte, és országos versenyeken veszünk részt. Most magyar bajnokságról jöttünk, most hétvégén, előtte hétvégén ugye a Hegyi Óbén szerepeltek a srácaink, de vár még ránk egy hegyi verseny. Van 3-4 olyan kisebb verseny, amit már jeleztek felénk, hogy szeretnénk, hogyha indulnánk, azok itt a régióban lesznek, illetve lesz a Tipográfia Kupa, ami Pest környéki verseny, illetve Tiszató mellett lesz egy 140 kilométeres verseny, ami szintén egy országos rangos verseny. Debrecenben lesz még 2 verseny, Szeged, Miskolc, tehát még van program. A 10. helyen végzett a kosárlabda B33 diákolimpia országos döntőjében az Évíz fiú csapata. A Pécsen megrendezett fináléban 12 együttes mért össze tudását. Volt egy megyei selejtező, hogy megyei bajnokként tovább jutottunk az országos elődöntőbe, és az országos elődöntőben első helyen jutottunk be az országos döntőbe, ahol sikerült az ország legjobb 12 csapatából az előkelő 10. helyezést megszerezni. Milyen volt az öntő, milyen volt a lebonyítás, milyen erősségek voltak az ellenfelek? Itt ugye már tényleg a legjobb 12 csapat volt, és hát a lebonyolítással kapcsolatban annyira nem voltunk elégedettek, nem csak mi a nyíregyháziak, ugye mert más iskola is bejutott a megyéből, de az ország összes bejutott csapata egy kicsit kritizálta azt a dolgot, hogy a selejtezőt, a megyei döntőt is tornateremben rendezték, és utána pedig az országos döntőt streetball jelleggel kitették szabadtérre 35 fokba, nem tudtuk mi levélni egyébként ezt, szerencsésebb lett volna, hogyha elkezdjük tornateremben, és tornateremben végezzük ezt az egész lebonyolítást. Tornateremben azért sokkal jobb lett volna a pályának a minőségeit, azért sokszor elszakadt a mobilpálya, dühöntek a játékosok, baleset veszélyes volt. Annyira nem voltunk, megmondom őszintén, megelégedve az országos döntő rendezésével. Te kosárlabdáztál, most kosárlabda edzőként is dolgozol. Neked mennyire tetszik ez, és voltál ennek ez a három elleni változata? Hasonlít a streetballhoz. A kosárlabda, a normál kosárlabda és a B33 között az a különbség, hogy a B33-ban nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kell reagálni dolgokra, tehát van 10 másodperc arra, hogy befejezzünk egy támadást, az egész sokkal pörgősebb, sokkal jobb helyzetfelismerést igényel ez az egész, és tényleg itt már a legjobb fizikumú játékosoknak kell lenni, mert itt azért zsírégető, ez egy nagyon nagy rohanás az egész, illetve a legjobb reakció gyorsasággal rendelkezik. Elkező játékosokat kell használni, úgy mondom. Itt az Évízbe lehet azt mondani, hogy amatőr szinten foglalkoztak a kosárlabdával, az egész évet tekintjük, mennyire lehettek elégedettek? Nagyon elégedettek vagyunk. Több éves munkánknak a gyümölcse folyamatosan érik befelé. Az országos döntőbe bejutottunk az amatőr kosárlabda és fiú csapataink, a fiú és lány csapatunkkal egyaránt. Az 5. helyezést érték el a fiaink, és a lányaink pedig az országos 7. helyezést érték el. Más sportágak? Atlétikában is van, diszkoszban, illetve súlyban 5. helyezésünk, illetve 4. helyezésünk. Tehát azt mondom, hogy nagyon-nagyon sikeres évet zártunk. Ennyi fért a mai sportszeretbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.